Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Évekkel ezelőtt, mondjuk ez pontosan 20 évvel ezelőtt történt meg, hogy egy amerikai utam során kezembe került a kombucsa, amit elhoztam, így ismertetek meg, mint Kombucsa Pista bácsit, és ma, mondjuk ha már nem vagyunk 10 millióan sajnos, hanem majdnem 9 millióan, de minden második embert, minden harmadik embert, ha megkérdezed, akkor ezt a kimondhatatlan kínai szót, ezt ki tudja mondani. Az első 3 évben még az is óriási gondolt, hogy kombucca, vagy mit tudom, hogy hívtam a Szures, azért a Szures, aki délután lesz előadás, és még ő még nem is hallott róla, aztán Kambakhának hívta, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, de beépült a köztudatba, az emberek, a családok mai napig is otthon főzik a kis teájukat, és aki teszi a fáradtságot, és kombucsával foglalkozik, annak garantáltan jobb az emésztése, és rengeteg életminőség javulásról számolt be. Amire még büszkék vagyunk az, hogy a kombucsából egyedül mi lettünk képesek olyan koncentrátumot készíteni, ami nem úgy habzik meg dagad, mint amit otthon készítünk el, és a világban ez már elég sok helyen elterjedt, és visszük, amerre tudjuk. De a kombucsa megjelenését követően már is volt egy óriási gondolatunk, ez a Zöld Árpával kezdődött, amikor Yoshide Hagiwara könyvét Hoffer Adrián, aki most éppen nincsen a teremben, lefordította, és az első magyar, ott van, igen, köszönjük szépen, Hoffer Adrián fordította le, és elvetettük az első árpa füvet, amikor nem az árpát arattuk le, hanem csak a füvet, elkészítettük belőle az első zöld porokat, ami ott recseget ropogott a fogaitok alatt, és ez most vicc volt, de nagyon sok ilyen probléma azért jelentkezett, és az idők alatt megtanultunk profi módon a növényekből, zöldségekből, gyümölcsökből olyan szárítmányokat készíteni, ami már nagyon könnyen oldódik, víz hozzáadásával olyan ízhatás, illatanyagot tudunk elérni, mint hogyha az eredetit fogyasztanánk. Olá Andor szavai csengtek először is a fülünkben. Minden gyógynövény azért tudja megőrizni jótékony hatását, mert azok az élő tulajdonságok, amelyek az emberre hatnak, azok csak az élő szárítmányokban maradhatnak fenn. Ez az élő szárítmány fogalma, ez folyamatosan itt volt a fülünkben. Hogy lehet valami élő, amikor megszárítottuk? Hát nézzük meg, hogyha ez nem így lenne, akkor egyetlen egy gyógynövényünk nem lenne hatással ránk. Tehát az a kíméletes szárítási mód, hogy vagy napon, vagy árnyékban fölkötve, vagy padlásokon őseink elkezdték szárítani a gyógynövényeket, igenis odafigyeltek arra, hogy ne érjék el azt a hőmérsékletet, annélkül, hogy 300 éve tudták volna, hogy mi az, hogy enzim, az enzimatikus hatások, hogy ne induljanak be, ne romboljuk le a benne lévő hatóanyagokat. Csak ezt a tudást kellett megőrizni, hogy a szárítmányokat úgy kezeljük, hogy ezek ne pusztuljanak el a hő hatására. Ennek következménye az, hogy amikor vizet tesztek bármihez, hogy gyönyörű zöld, vagy gyönyörű lila, vagy gyönyörű vörösen maradnak a porok. És ez a másik óriási lehetőség, hogy szinte mindenből képesek vagyunk már ilyen prémium minőségi szárítmányt készíteni. És akkor gondoltunk egy bátrat, hogy ha már ennyiféle porunk van, akkor miért nem lehetne ebből egy új táplálkozási szokást felvezetni, amikor élő porokat, nem élő szárítmányokat, vagy prémium szárítmányokat egy receptúra alapján összeállítunk, és teljes értékű táplálékot hozunk létre. Miért is van erre szükség? Hogyha körülnéztek az üzletek polcain, elmentek akármilyen étterembe, egyszerűen ma már nem tudjuk, hogy mit eszünk. És aki felelősségtudattal tudatosan táplálkozik, gondolkodik és él, annak igenis tudnia kell, hogy mi az a táplálék, amit a szájába vesz. Egyre többen úton vagyunk. Nem tudunk soha
biztonsággal úgy táplálkozni, hogy tudjuk, hogy mi az, amit a szánkba teszünk. És akkor saját gondolat, én rengeteget utazom, sokat úton vagyok, minden reggel ott van a kis sékenem, fölrázom a koktélomat, megiszom, és hogyha aznap semmi más nem ennék, akkor is tudom, hogy mivel tápláltam a szervezetemet, egész nap akár este is pörgök, vitamin, ásványanyag, fehérje, szénhidrát, minden benne van ezekben, annélkül, hogy nekünk most plusz még kolbász vagy kenyeret, vagy bármiféle génmanipulált, gyönyörű piros paradicsomot, vagy bármit magunkhoz vennénk. Az a baj, hogy ma már nem tudjuk semmiről, hogy mit eszünk. Most egy kicsit szeretnék lázítani benneteket. Az elmúlt években arról hallottátok az összes hírcsatornát, hogy igen, Magyarország GMO-mentes, igen, 85%, 95%-ban felszántottuk a Józsi telkét, aki GMO-s vetőmagot. Na most ez csak a kirakati politika. Először is lehet, hogy a GMO-mentes növényeket kivitték, jó exportcikk volt, de mivel a magyar lakosságot etetik, a magyar lakosságnak adott húshoz, ami tápanyagot hozna, az a legócskább génmanipulált argentin és chilei szója. Ezzel etetik az állatokat, amit utána mi megeszünk, és akkor még jó járunk, mert akkor nem ismeretlen országból hozott dolgokat etetnek meg velünk. De ez a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy a Transatlanti Unió, hogyha hallottatok róla, akkor biztos tudjátok, miről van szó, egy olyan Amerikával kötendő Európai Uniós Kereskedelmi Egyezmény, ami egy az egyben megengedi az amerikai cégeknek, hogy a helyi hatóságok beleszólása nélkül GMO-s vetőmagot áruljanak, forgalmazzanak Magyarországon. És annélkül, hogy a híradásokban hallanátok, ezek a jogszabályok megjelentek, és annélkül, hogy ezt a parlament megszavazta volna, egy Európai Uniós határozat alapján a magyar szántóföldeket pár év alatt elfertőzik a GMO-s Monsanto vetőmagvakkal. Ma még van lehetőség erre, akinek lehetőség van, menjen utána. Én nekem olyan szerencsém volt, hogy pont egy olyan emberrel tudtam társalogni, aki nem vállalta, hogy a VNTV elé beül, és elmesél ezt a történetet, aki egy speciális minisztériumba ül, akinek odaadták fölülről a jogszabályt, hogy na, akkor ez most a jogszabály, mától ez van. És innentől fogva nagyon szeretném tudni, hogy mi az, amit meg fogok vásárolni az üzletekben. Hogy én meddig tudok GMO-mentes vetőmagot venni, és azt vetni és aratni, ezt én nem tudom nektek ebben a pillanatban megválaszolni, de nem tudom garantálni azt, hogy ezek tiszta, kémiai anyagmentes anyagok legyenek, akkor nem csinálom tovább, illetve a vivonatúra nem csinálja tovább. Az az óriási előnye van egyébként a gabona füveknek, ugye attól nincs glutén benne, hogy még nem kerülnek kalászba, vagy nem azok a növények, amit aratunk, hogy a kártevő kórokozók, azok május közepe végétől kezdenek el megjelenni, és mi már májusban learadtunk mindent. Tehát nem kell soha semmit permetezni, mert még abban az időszakban aratunk, amikor akkor nincsenek kártevők, ezért garantálta lehet tiszta és vegyszermentes növényeket adni. Na és akkor én itt egy kicsit át is adnám a szót Lénár Gittának, mert ugye a mi sztorink az, hogy nekem volt egy álmom, betettem a mezőbe a Szilvány szakácskönyvet. Megcsináltattam ezt a gyönyörű plakátot, 3 éve látjátok, és mindenki hívogatott, hogy mikor lesz már Szilvány szakácskönyv, mikor lesz már. De azt én nem árultam el senkinek, hogy én nekem egy darab recept sincs itt a fejemben, mert azért én nem tudok ilyen recepteket készíteni, de akkor a sors úgy hozta, hogy találkoztam Lénár Gittával, aki a nyers étel apostola Magyarországon. Odaadtam neki a kis porainkat, ugyanezeknek a nyers változatai is úgy szintén a rendelkezésére álltak, és elkezdtünk kísérletezni. És ez a kísérlet tartott el addig, amíg a könyv megjelenés elhúzódott, és a legnagyobb örömmel most itt ti az első között tudtok a Szilvány szakácskönyvvel találkozni. És akkor még ezt szeretném elmondani, hogy kint a Szilvány szakácskönyvből készült például pástétomot meg tudjátok kóstolni, és egyre több olyan termék fog kijönni a Vivonato részéről, amit egyébként ti otthon magatok el tudtok készíteni, ami ennek a szakácskönyvnek a szellemiségét tükrözésén. Átadnám Gittának a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy óriási megtiszteltetés volt számomra, amikor István megkeresett, és előállt ezzel a kérés, ezzel az álmával tulajdonképpen, hogy szivárvány szakácskönyv ezekből a prémium szárítmányokból. És először úgy megrettentem, megmondom őszintén, hogy porokból ételeket, hát ez ugye ezek porállagú dolgok, és mondtam is neked, hogy az emberek arra vágynak, hogy harapjanak, hogy rágjanak,
és el sem tudom képzelni úgy elsőre, hogy mit lehet ezekből kihozni. Aztán aludtam rá egyet, aztán aludtam rá még egyet, meg még egyet, beindult a fantázia, és hát először az alapokkal kell kezdeni, ami ugye itt hátam mögött ugye látszik, hogy a leges-leges legfontosabb, amikor egy étel a tányérunkra kerül, hogy az élő legyen. Tehát valamilyen kapcsolata legyen a természettel. Mitől élő egy étel? Attól, hogy nem dolgozták fel, nem főzték, nem sütötték, nem vettek ki belőle semmit, és nem is raktak hozzá semmit. Most, amikor én megnéztem egy cukkini port, vagy egy céklaport, akkor ezeknek a kritériumoknak ezek a termékek megfeleltek. Tehát nem történt feldolgozás olyan értelemben, hogy hőkezelés, nem vettünk ki belőle semmit, csak a vizet, és csak fizikai feldolgozás történt, ugye a porítás, hőkezelés nélkül, maximális tápanyagtartalom, hiszen csak a vizet vettük ki belőle, tehát a tápanyagok azok benne maradnak, maximális enzimtartalom, ugye attól élő egy étel, hogy enzimeket tartalmaz. Az enzimek azok a kis fehérje molekulák, amik a feldolgozásukban, tehát az emésztésükben, a saját anyagának az emésztésében részt vesznek. És azért tápegész, mert ugye nem, mégiscsak ismételni tudom magam, nem vettünk. Nem szedtük darabjaira, és nem vettünk ki belőle semmit. Például van a tej. Amikor megveszünk egy tejkészítményt, egy tejből készült készítményt, akkor ott vagy tejfehérje, tejsavó. Tehát ez az, amikor darabjaira szedik, és az egyik kis darabot ebbe az ételbe rakja az élelmiszeripar, a másik kis darabot meg a másik ételbe. És ez az, ami teljesen helytelen, és teljesen nem tud vele a szervezetünk mit kezdeni emésztés során. És ezek az élő ételek, akár fogunk egy paradicsomot, vagy akár vesszük a paradicsomport, ezek frissek, és ezeket a szervezetünk fel tudja dolgozni. Igen, van egy jó hírem, az élő ételek szépek és finomak. Ezek, nem tudom, ez egy epertorta, az pedig egy zöldségekből készült fasírt. Nehéz a helyzetünk akkor, amikor mindent friss és élő alapanyagokból, tehát úgy élő, hogy friss alapanyagokból szeretnénk előállítani, mert ez megelőzi egy vásárlást. Tehát amikor kimegyünk a piacra, akkor már tudni kell, hogy mit fogok csinálni, és azt szerint kell vásárolni. De hát akár mennyire is tökéletesek vagyunk mi háziasszonyok, ez nem mindig sikerül. Tehát van, amikor hazajövök a piacról, lepakolok mindent, elkezdem készíteni az ételt, és még akkor is kiderül, hogy hoppá, a cékla kimaradt, azt nem vettem, vagy azért, mert elfelejtettem, vagy azért, mert nem volt. És éppen ezért lehet lapozni. Éppen ezért én nagyon hasznosnak tartom, vagy nagyon pozitívnak tartom azt a lehetőséget, hogy néhány zöldségből készült szinte fűszerként használatos, vagy használható ilyen prémium szárítmányt fenntartok a polcomon, és amikor készítek valamilyen ételt, és abba kell valamennyi mennyiség, mondjuk céklából, most ez egy példa, akkor lehet, hogy a piacon már nem is keresem, hanem csak felnyúlok a polcra és leveszem. Ugye igyekeztem kedvcsinálónak szép képeket föltenni. Az élő ételek változatosak, az évszakokat követhetjük mindig a megfelelően kiválasztott táplálékkal, és itt most megint előjön a tartósítás, ugye. Ezek a prémium szárítmányok akár egy évig, eltarthatóságuk szempontjából. Tehát nem feltétlen kell az adott időszakban azt a zöldséget használni, hiszen ha a polcon ott van a termék, akkor azt bármikor le tudom venni, és teljesen változatosan tudom elkészíteni az ételeket lapozzal. Hát az alapanyagokon csak nagyon gyorsan szeretnék szinte átlapozunk, hogy az élő ételek világában milyen alapanyagaink vannak. A gyümölcsök a legfontosabbak, a zöld levelek kiemelkedő jelentőségűek, és ezek sem állnak rendelkezésre. Például a spenótot télen elég nehéz beszerezni, viszont spenótporunk az van. A zöldségek, a termések és a gyökerek, magvak, olajos magok, hüvelyesek, gabonák, apró magok. Nemrég próbáltam ki a borsóport, és valami szenzációs, finom leves turmixot lehet belőle készíteni. Csirák, hajtások, búzafű, itt megint ugye előjön a friss
árpafű, búzafű, amit learattunk, és port készítünk bele májusban, viszont ezt a port egész évben tudjuk a turmixba tenni. Ugye itt az élőszárítmányok portformájában, amit ugye használunk alapanyagként, és a sóméz, édesítőszerek, fűszerek, amik még szintén, tehát senki nem mondhatja azt, hogyha valaki elkezd egy élő konyhát, nyers konyhát vezetni, az szűk alapanyagválasztékból tud dolgozni, hiszen ezek mind-mind a rendelkezésünkre állnak. Ugye nem főzünk, nem sütünk. Akkor most ilyenkor mi van? Miket lehet csinálni? Nagyon sokféle dolgot lehet csinálni. Milyen technikákat? Ugye késvágó deszka, hámozó, szelettelő, reszelő minden háztartásban van. Még kávédaráló is, turmixgép, konyhai robotgép. Esetleg lényerőgépek nincsenek, de be lehet szerezni présgépet, gyümölcscentrifugát, asszalógép. Az is most már nagy, elég sok háztartásban felelhető. És a varázsdoboz. Igen, ez a varázsdoboz, ezt meg is tudjuk mutatni, itt van az asztalon. Speciális a formája, és benne vannak a szép, szintén hatszögletű üveg kis formában a porok, szépen felcímkézve, mert valóban nem csinosak ezek a... Ez addig jó, amíg az üzletben meg tudjuk venni, de a konyhában nem csinosak ezek a kis papír, vagy nem tudom, milyen tasakok. Igen. Élő szárítmányokat tudunk készíteni otthon is. Most gyakorlatilag végigmegyek a könyvnek szinte a fejezetein. A könyvben is le vannak írva az alapanyagok és a gépek, és az is le van írva, hogy például ilyen zöldségkeveréket, amit el lehet készíteni otthon is, és ez például speciálisan egy édes burgonya chips. Tehát magyarul ilyen szárítmányokat mi is tudunk készíteni. Most itt az eperszezon, ha valakinek van otthon a szalógépe, és esetleg a kertben vagy a szomszéd kertjében terem sok-sok eper, és már itt jön ki, vagy a fülünkön is eper jön ki, mert már annyit tettünk. Ezeket meg lehet szépen szárítani, és akár ilyen kis eper formában, akár meg tudjuk őrülni, meg tudjuk mi is őrülni, és el tudjuk tenni esetleg későbbi felhasználásra. Én biztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki. Időigényes és macerás, és hogyha egy ilyen folyamaton túl vagyunk, akkor lehet, hogy megállapítjuk, hogy lehet, hogy egyszerűbb ezt szakemberekre bízni, és megvenni a boltban. Hova lehet felhasználni, tehát milyen felhasználási területek vannak? Például zöld turmixok, vagy turmixok, zöld italok. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy ha kipróbáltam egy ilyen prémium szárítmányt, egy port, vízbe raktam, elkevertem, nem mindig volt tökéletes a feloldódás. Tehát amikor megittam ezt az italt, voltak porok, amikor úgy éreztem, hogy nem keveredett el, nem oldódott fel teljesen. De amikor bevontam élő gyümölcsöket, tehát valódi almát, valódi banánt, valódi narancsot a történetbe, és még bevontam egy turmixgépet is, akkor a hatás az fenomenális volt. Tehát egy krémszínű, teljesen krémes állagú, és teljesen feloldódtak ezek a porok, és semmilyen olyan érzése nem volt, semmilyen diszkomfort érzés nem volt. Tehát magyarul bármilyen gyümölcsöt veszünk, vízzel összeturmixoljuk, és ezeket a prémium szárítmányokat, akár a zöldeket, akár a gyümölcsöseket, vagy a hibiszkuszpor, vagy mondjak ilyen példákat, hogy beletesszük, akkor egy teljesen, teljes értékű és 100%-ban élvezhető italt kapunk. Nagyszerű leveseket lehet összehozni. Számomra legnagyobb meglepetések mondjuk a paradicsompor volt, a zeller, most már a cukkini is nagyon kedvenc. Ugyanúgy lehet használni, mint az élő. Tehát ez is élő, tehát hogy különböztessen meg, mint a valódi paradicsomból készült levest, vagy a zellerből. Tehát a zellernek van egy kicsit savanykásabb íze, ami kifejezetten jó, és akár még a társításban is, tehát a paradicsom zeller, paradicsom cukkini, mindenkit arra biztatok, hogy vannak ugyan receptek a könyvben, de azoktól simán el lehet térni, nem kell
dekagramra vagy kanára pontosan betartani. Nyilván először azt meg kell kóstolni, és utána mindenkit arra biztatok, hogy bátran kísérletezzen, vonjon be más porokat a kísérletezésben, amit otthon talál, vagy növelje, vagy csökkentse az adagokat a saját ízlés szerint, mert abból lesz az igazán finom és a saját konyhára szabott. Igen, vannak a gyógyító italok. A könyv hátulján összeszedtük majdnem minden összetevőnek a gyógyhatását. Tehát tulajdonképpen a teremtő minden gyümölcsnek, vagy minden zöldségnek adott valamilyen gyógyító erőt. És hogyha ezeket a gyógyító erőket mi folyamatosan magunkévá tesszük, ezeket a gyógyító erőket, akkor ezek gyógyítani fognak. Most nagyon okosat mondtam. De vannak olyan zöldségek és olyan párosítások, amik különösen nagy jelentőséggel bírnak. Ugye kísérletek és tapasztalások vannak ezek mögött. Van a könyvben egy fejezet, ami kifejezetten a gyógyító italokkal foglalkozik, ahol olyan kombinációban szerepelnek ezek az alapanyagok, amiket rendszeresen fogyasztva nagy mértékben megnő az immunrendszerünk, erősödik, és megnő az egészségünk szintje. Igen, itt jönnek, ez az egyik kedvenc, ugye Vegidream, a főételek. Hát most nem tudom, mennyire kitalálható ez az első kép, hogy ez micsoda. Ezt elmondom kivételesen, ez egy olyan lecsó, aminek a szaftja vagy a krém része az prémium szárítmányokból készült, vízzel összekever paradicsom, hagyma, hát amit egyébként is szoktunk, is piros paprika, vízzel összeturmixolva egy kis olajjal, és a lecsónak a darabos része pedig apróra vágott, megint csak nem nagy tudomány kitalálni, paradicsom, paprika és hagyma. És ezeket fűszerezve, így összekever egy pillanatok alatt főzés nélkül elkészíthető élő nyers lecsót kapunk, ami kifejezetten magyar találmány, és rendkívül finom. A következőképpen egy cukkini tekest látható, ahol fűszer mennyiségben használtunk porokat, és nagy részt ugye valódi zöldségekből áll. Alul viszont a szivárvány pástétom 3, nem tudom, ott is látszik, hogy milyen szép színek? Messziről biztos másképp látszik, nem? Az egyik sárga szeretne lenni, a másik céklás az piros, és a harmadik pedig zöld porokkal zöld. Akár diót, vagy mandulát, vagy napraforgót vízzel összeturmixolunk. Sóval, hagymákkal beízesítjük, és ezekkel a porokkal megszínesítjük, akkor olyan pástétomot kapunk, ami nem csak nagyon finom, hanem a szemünknek is nagy élmény azáltal, hogy ezeket a szép színeket ki tudjuk tenni a tányérra. Na hát az édességek, az a következő óriási felfedezés, amikor a kókuszolajból, karopporral, akkor ez melyik volt, a csipkebogyó, hibiszkusz, olyan édességeket lehet készíteni a konyhában, ami nem csak nekünk, hanem a családunknak is, ugye a vendégeknek is nagy élményt nyújt. Olyan szépek, olyan jó néz. És hát köszönöm szépen a türelmet, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a könyvet, és nagy szeretettel ajánlom ezeket a prémium szárítmányokat, mert ki vannak próbálva ízben, állagban, és akár magukban vízzel fölhígítva, vagy akár ezekben a csodálatos receptekben és csodálatos ételekben. És még annyit szeretnék elmondani, hogy a Facebookon létrehoztunk egy szivárvány szakácskönyv oldalt, ahová folyamatosan tesszük fel a recepteket, és ahová várjuk a kedves, tehát a hallgatóság, vagy az önök receptjeit, amiket otthon kipróbáltak, akár úgy, hogy kipróbáltak egy leírt receptet, és a lefotózzák, és a véleményeket várjuk, vagy akár azok továbbfejlesztését, vagy teljesen új recepteket is. Osszuk meg egymással, induljon el egy folyamat, egy közös gondolkodás, hogy még több élményben lehessen részünk a konyhában. Köszönöm szépen a figyelmet!
egy új táplálkozási szokás alapporait tettük le. Ugye mindig alapkövet szoktunk letenni, most alapporokat tettünk le. És ez a Facebook oldal valóban, mint tudom, hétről hétre 100 fővel bővül. Úgy érzem, egy óriási fórum lesz az a otthon kutyulóknak. Igaz, most jól mondta, végre egyszer jól kimondtam. Mert még kocsvasztót mondtam, mindent mondtam már. Gittával szerdánként a Fix TV-be szoktunk kutyulni, szívvel szakácskönyv recepteit, azt nem csak a Fix TV-n, hanem utána a VNTV, Viva Natura, Vivat Natura kategória alatt is megtaláljátok. És egy kicsit lépjünk tovább ebből a gondolatkörből. Ez az első, ami, illetve ez volt a csúcs, amit magunktól elértünk, hogy volt egy rakás zöldporunk, búzafű, zöldárpa, lucerna, zafű, stb. Stb. És akkor csináltunk egy green mannát. A green manna az, amit az emberek bárhova elvisznek magukkal egy hosszú vándorlásra, és akkor, hogyha például netán fogyókúráznak, vagy netán ki van az emésztőrendszerük, vagy éppen egy felépülési szakaszban, fázisban vannak, akkor ezek garantáltan ásványanyag és vitamin bombák. Ugyanakkor nem csak sékerbe lehet őket fölkeverni, vagy pohárvízbe, vagy turmixbe, hogy a Gitta elmesélte, hanem tehetünk hozzá egy almát, egy banánt. Tehát lehet ezeket kombinálni, de maga az alap, maga az energia, és maga az a utánozhatatlan mennyiségű, tiszta természetes ásványanyag nem pótolható mással. És gondold meg, hogyha 5 deka, 6 deka por készül 1 kiló friss spenótból vagy zabból, mikor vagy képes megenni zabfüvet 1 kilót, vagy spenótot, egy nyers spenótot 1 kilót. Márpedig ezeknek az az óriási nagy előnyük, hogy koncentrált formában csak a vizet vesztették el, de a hatóanyagaik, az élő tulajdonságai benne maradtak. Tehát nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, mert az őseink azok, mikor hosszú utakon jöttek, mentek, folyamatosan szárított ételeket vittek magunkkal, és most nem a nyereg alatt szárított húsról beszélünk, hanem magát a gyógynövényeket, amiből a leveseket főzték este, amikor megálltak egy-egy kis helyen, azok mind-mind szárítmányokból készültek. Sokkal tisztább alapanyagból dolgoztak, de itt a másik nagy vívmány, amit garantálunk, hogy amíg módunk van rá, és csak addig fogjuk csinálni, amíg valóban tiszta vetőanyagot találunk, és tiszta körülmények között tudunk szárítani és továbbadni dolgokat. A Green Manna egyébként azért került ide föl, mert az első volt a Green Mix 9, aztán volt a Green Mix 18, és a Green Manna fejezte be ezt a zöld sorozatot, és akkor gondoltam egy bátrat, hogy hát nem a miénk az összes tudás fáj, és akkor keresünk meg azt a szakembert, aki ezekből a porokból tud valami többet és jobbat is kihozni. Mehetünk tovább. És akkor most a jelenlegi flotta, egyébként ez a 32 porból áll, és hónapról hónapra mindig újabb porakat hozunk ki. Az almaros, bazsalikon, brokkoli, búzafű, C-vitamin, céklapor, citromhéjpor, csipkebogyó, cukkini, fokhagymapor, hibiszkuszvirágpor, himalájású, kaporlevél, kókuszliszt, kókusztejpor, kurkumapor, lucernapor, medvehagyma, paradicsom, piros paprikapor, spárga, spenót, sütőtök, tökmag, vöröshagyma, zafű, zellegyökér, zöldárpa, zöldborsó, szódabikarbóna, magyaros pástéton porkeverék. Ez az első kísérletünk volt, amikor a saját porainkból a szilvában szakácskönyv alapján készítettünk magunk is már egy porkeveréket. És én ezt azért tartom nagyon jónak, mert mint reggelenként nagyon szerettem a vegetáriánus pástétomokat. Megvettem egy ilyen kis dobozzal majdnem 800-900 forintért. És ugye, ha megnézzük, akkor annak is a 80-90%-a víz. Na most itt kimentek, megkóstolhatjátok a pultunknál ezt a magyaros pástétomot. Most, hogy bekevertük, 10 deka porból 45 deka pástétom készült. Tehát majdnem fél kiló pástétomot létre lehet hozni 1000 forintból, akkor nem biztos, hogy a 80 gram, 100 gramokért 1000 forintokat ki kell fizetni. És mindig frisset csinálsz ott, abban a pillanatban, és így valószínűleg semmiféle tartósítószer, emulgálószer, és semmi nem kell hozzá. Ez nagyon sokunknak jó hír, de hosszú távon a lustáknak lehet, hogy mi is fogunk ilyen pástétomokat csinálni, de akkor is tudjátok, hogyha magatok csináljátok a saját poraitokból, akkor ilyen óriási takarékosságon a vegetáriánusoknak is. Magyarországon a vegik igen nagy bajban vannak, mert csak egy pár hónap van, amikor szántóföldön friss zöldséget
tudnak beszerezni, már azt se tudják nagyjából, hogy az valóban szántóföld, vagy ugyanúgy fóliasátras, génmanipulált cuccokat visznek a piacra. Egyszerűen már nem tudjuk, hogy mit teszünk, de még azt se tudja, aki a vetőmagot megveszi, hogy mit tettek neki bele az acskóba, egy borzasztó ilyen szempontból. És például valaki áldott állapotba kerül, mondják neki, hogy Isten ments, hogy egyél epret, vagy ilyen fóliázott paradicsomot, fóliázott paprikát, egyél sárgarépát, retket, stb. Amiről még tudjuk, hogy mi lehet benne. Ők már a védőnök valószínűleg tudják, hogy milyen módon nem szabad mérgezni a csecsemőket. Na, a magyaros pástétom egyébként zellerből van, spenótból, paradicsomporból, hagymaporból, fokhagymaporból, kis himalájsó. Ehhez rakunk hozzá mi külön egy kis tökmagolajat, vizet összekevergetjük, és készen van. Kenyérre fölkenve, mindenki olyan kenyeret csinál magának, amilyet akar. De hiszem és vallom, hogy ez most lehet, hogy még sok embernek ilyen távolinak tűnik, hogy a Szivárvány szakácskönyv alapján az egészséges gyorsételek egy perc alatt című ideológiája be fog épülni az emberek fejében, és fogunk itt táplálkozni még. Nem kívánom azt az időszakot, amikor csak ilyen porokra leszünk rászorulva, de ha mégis olyan dolog van, hogy úton kell lennünk, és vinnünk kell magunkkal valamit, ezzel teljes értékű táplálkozást tudunk magunknak biztosítani. És most egy kicsit a sörélesztő porról. Galina későbbiekben fog egy kicsit még a B-vitaminról is beszélgetni, értekezni. A sörélesztő por úgy került ebbe az egész dologba, hogy ahogy Gitta mondta, az emberek szeretnek ráharapni dolgokra, és a receptúráknál nagy részben, amikor testet kell adni a porokhoz, akkor a sörélesztő por nagyon jó szerepet látott el. Ekkor kezdtünk el foglalkozni a sörélesztőben lévő vitaminokkal, és most azon kívül, hogy a kálcium, magnézium, nátrium, foszfor, szelén, réz, vas, cink, mangán, ami szerintem tudjuk, hogy mennyire fontos az emberi testnek, a B-vitaminok, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, azt nagyjából mindenki tudja, hogy a B-vitaminok a hajnak, a bőrnek, az idegrendszer stabilitásának, hogy csak a legfontosabbakat mondja, nagyon fontos. És mégis nagyon sokan hullik a haja, csúnya a bőre, mi a fene van. Nem is nagyon, egy ideig nem is akarták nagyon, hogy pótoljuk a B-vitaminokat, mert hogy az általános táplálkozásban benne van, és hogy egy kicsit a mélyére ástunk, és itt kapcsolódok majd a Galina előadásához, ezek a B-vitaminok mindig növényi fehérjékhez kötődnek. Na most abban a pillanatban, hogyha nem bírunk megfelelően már növényi fehérjéket sem bontani, mert nem jó az emésztésünk, gyomorsabb, hiányosak vagyunk, stb. Stb. Hiába eszünk bármiféle B-vitamin tartalmú ételt, azok nem jutnak a szervezetbe. És itt ez az új világ, az új kapu, amiről most fogtok hallani az előadás második részében, hogy nem elég az, hogy milyen táplálékokat fogyasztunk, milyen módon tudjuk azt megemészteni. A betegségeink, kimerem jelenteni, 85-90%-a adódik abból, hogy az elfogyasztott táplálékokat nem tudjuk megfelelően emészteni. Ott panganak az emésztőrendszerben, rothadnak, ebből van a csúnya lehelylet, csúnya tesszag, és ezeken a paraziták, mételyek elkezdenek szaporodni. Persze zseniális szereket kitaláltunk mi is, például a likarap, ez tökéletesen jó, de mi lenne, hogyha ezt felüberolnánk és megtanulnánk rendesen emészteni, és olyan módon táplálkoznánk, ami a teremtőnek is tetszik, tehát nem az, amit itt kitaláltak és ránk kényszerítettek, hanem van természetes módja annak a táplálkozásnak, ami üdvös a számunkra. A cukkini port, mivel említette Gitta, a cukkini porleves azt hiszem nincs még benne a szakácskönyvben, ez a jövő hétnek az ajándéka. Kóstoljátok meg, akinek ideig ajándékba adtam, utána állandóan kopogott, hogy adjál még cukkini port. Ugyanez volt a zöld borsóval is. Nem fúj, érdemes hozzá egy kis sót, vagy bármiféle természetes anyagot tenni, és önmagában teljes értékű ételek, amit a gyereknek nagyon gyorsan oda tudsz adni. Ha elmész a munkahelyedre, nincs kedved lemenni a junk foodot megedni egy kis sékerrel, meleg vízzel, meg tudod oldani, hogy meleg leves tegyél. Természetesen nem forró vízzel, hogy az enzimeket ne gyilkoljuk, de a cukkinől is ugye tudjuk azt, hogy B1, B2, B6, B9 vitaminforrás, beta-karotin, C-vitamin csökkentheti az aszma és a csonttüzelet és reumatikus gyulladások kockázatát. Ezt a mondatot azért mondhattam ki, mert az EFSA, az Európai Bizottság még ezt megengedte a cukkinről elmondani. Nagyon sok pozitív élettani hatása van. Igenis, amit a Gitta említette, a könyv hátuljában ott van az alapanyagoknak a népgyógyászati felhasználása. Ezt nem tudják betiltani, hogy a népgyógyászat írt egy szakácskönyvben, ne érjük le. Ma már utána kell járnotok
annak, amit esztek, táplálkozáskiegészítőt, hiába írjátok, hogy mire jó, hogy gyógyítson vele ezt a betegséget, nem mondhatjuk el, illetve elmondhatjuk, csak az komoly 10 milliókba kerül, és inkább a felelősség, a tudatos gondolkodású vásárló került előtérbe, na azt mondja, akkor cukkini mire jó, és akkor utána néz, vagy a fokhagymát ugye tudjuk a nagyanyáinktól, ha bár a mostani nagyanyák már egyre jobban nem látnak rendes fokhagymát sem, mert csak Kínából származó fokhagymákat eszünk, de ez most a fekete humor része volt. Nézzük meg a következőt. Citromhéjpor. A citromhéjat ugye most már az elmúlt évtizedekben nem voltunk hajlandók megenni, mert tudjuk, hogy permetezik azért, hogy a penész ne teremjen meg rajta. De az a Girmundi nevezetű aranyos anyag, amivel bepermetezik, az a nőknek gyönyörűen mészájrákot okoz. Ezt is bebizonyították már, ezért el kellett felejteni, még a cukrászok sem használják. És ez egy újdonság, hogy lehet olyan biológiai termesztésből származó citromhéjat szerezni szárított formában, amit mi is beszereztünk, amiben koncentrált formában benne van az összes olyan jótékony hatás, amire a citromot egyébként fogyasztjuk, és ugyanakkor a fogyókúrás hölgyeknek, mint kiegészítő táplálkozás, nagyon ajánlom a legolcsóbb dolog, ami ilyen szempontból szóba kerülhet, és ugyanakkor tudjuk, hogy a citromot lugosító ételnek tartjuk, annak ellenére, hogy a citrom pH-ja az alacsony, de a benne lévő ásványanyagok, illetve amit létrehoz a szervezetben, az egyértelműen a szervezetre ilyen hatással van. Az ideális pH egyensúly, már csak így említhetjük a lugosítást, és részt vesz a méregtenítési folyamatokban, és gyakorlatilag újból hazavihetjük a nagymamának, hogy egy túros rétes, vagy egy túros pite, az akkor igazán jó, hogyha van benne citromhéja, ezt nagyon jól tudjuk, igaz? Most nagyon régóta nem mertük beletenni, mert mérgezett volt a citromhéja, de ilyen szempontból is bátran gondoljatok rá. Tehát érdekes ez a dolog, mert hogy ideig táplálkozás kiegészítőkről beszéltünk. Ma már egyértelműen abban az irányba ment el a vivanatúra, hogy élelmiszereket kezdtünk el szárított formájában forgalmazni, amiről viszont tudjuk, hogy milyen jó élettani hatása van. Tehát úgy ültünk fel a lóra, hogyha a táplálékod legyen a gyógyszered, a gyógyszered legyen a táplálékod. Hippokratészi alapelvet maximálisan elsajátítottuk, és nagyon jól tudjátok, hogy ha jól táplálkoztok, odafigyeltek, bármilyen egészségi problémát meg tudunk egyedül is oldani. A spenót, ugye Popeye-től ismerjük, hogy Plutót, a nagy szakállas rumcást milyen módon győzte le, amikor a spenótot evett, és a svédek ezt komolyan vették, képzeljétek el, és előre-hátra megvizsgálták a spenótot, és azon kívül, hogy rengeteg növényi fehérje van benne, van benne egy fantasztikus anyag, a fitoszteroid. Na most a sok ilyen izomgyúró, azt tudjátok, hogy a szteroidokkal gyilkolja szét az agyát azért, hogy megfelelő izomtömeget érjenek el. Mi van akkor, amikor a spenótban ugyanez a hatóanyag megvan, de nincs meg mellett ez a mérgező anyag, ami idegméregként tönkreteszi az idegrendszert? Már is Amerikában felfedezték a spenótot, de szárított formában lehet fogyasztani, mert egy nap meg kell enni egy kiló nyel spenótot, na erre még a nagy bodybuilderek sem alkalmasak. Hol termelik ezt a spenótot? Magyarországon. Innen viszik több száz tonnával Amerikában, és fölfigyeltünk erre Amerikában, ami műság van. Ha itt van a spenót, akkor ti is használjátok, és nyugodtan, aki ilyen izomépítés, testépítésre szeretne úgy ártalmatlan anyagot, bátran fogyasszátok a spenót porunkat. Írtam erről egy cikket a Természetgyógyász magazinban, fölfigyeltek rá nem csak a tablettát, hanem a port is, exponenciálisan nő hónapról hónapra ennek a fogyasztása, és ártalmatlan. Az a probléma, ami a nitrát kiválasztással van, ugye ha megfőzzük a spenótot, másnap nem szabad elfogyasztani, az erre nem vonatkozik, mert itt nem indul be az az enzimatikus folyamat, amikor a átalakulások méreganyaga átalakulnak, így ez bátran fogyasztható sékerrel fölkeverjük és elfogyasztjuk, ezt se szabad másnapig eltenni, mert minden hatóanyag benne van. Na, és ha most itt kimentek, akkor Kálmán Józsi barátom most már 3 éve mellénk szegődött, ő egy természetgyógyász, biorezonanciával foglalkozik, és saját magán elkezdte tesztelni azt, hogy melyik termékünk rá milyen hatással van. És ez a hobbija odáig elment, hogy most már rendszeresen a mi vevőink oda mennek, hogy Józsi, kell nekem a cékla, kell nekem ez, kell nekem az. És a Józsi egy ilyen tök egyszerű eszközzel, ugye tudjuk, hogy ha minden rezgés, akkor a testem kiállt valamiért, amikor én oda megyek egy polchoz, és vágyom egy cékla után, egy valami után, akkor a testem szól, hogy fogyasszam el. Ezért kell este 8-kor leszegelni a hűtőszekrényeket, mert nem tudom, hogy este 10-kor kiszól utánam,
hogy vegyem ki azt az ételt, amit már úgyse tudok ilyen megemészteni. Tehát biorezonanciával össze lehet kapcsolni, hogy az embereknek általában mire van szükségük, és most a 70-féle termékünkből összeállítottam azokat a leggyakrabban általa javasolt termékeket, amit legtöbbször használnak. A kurkuma megadódása a benne lévő kurkumin tartalom miatt, ezt a legősibb indiai gyógynövény, amit használnak a májtisztítástól, az ízületek védelmétől, nem tudnám felsorolni hány hatóanyaga van, ő vezeti a sort. Ez van kapszula és porformájában is. A nővér plusz, azok a kismamák, akik nem elevített szedtek, hanem megpróbálták a mi nővér plusz, illetve a nővér tablettáinkat szedni, kimerem jelenteni, hasonló vagy legalább sokkal jobb vérképpel tudtak jeleskedni az egész várandóság időszaka alatt. Mindenkinek merem javasolni. A céklapor, amiről említést tettünk az előbb, ez volt a legnehezebb, higgyétek el, mert a cékla ez egy olyan tulajdonság, hogy elkezdesz szállítani, két nap múlva összeáll, mint a kavics. Na most ehhez tehetsz olyan anyagokat, hogy ne álljon össze, de akkor már nem mi vagyunk. Ez volt a céklaport, volt a legnehezebb megcsinálni, viszont ma a legnépszerűbb termékeink közé tartozik. És szinte egyetlen nő nem mondja, hogy neki nem kell cékla nagyon mennyiségben. Ha lehet, most már puhák a céklák, nem lehet olyan jó kemény céklákat kapni, tessék nyugodtan, bátran fogyasztani egész évben a céklaporunkba. És hogyha megnézitek ár-érték arányba, hogy egy kiló céklából 5 deka por lesz, vagy 6 deka, akkor lehet látni, hogy ezek a szállítmányok maximálisan gazdaságosak minden szempontból. Búzafű por. A Zoldárpa után a lucerna jött, és azóta a búzafű porunk és kapszulánk úgy szintén a legnépszerűbb. Tudjuk, jó allergiásoknak a teljes spektrumú aminósavak vannak benne, B17 vitamin van benne, és ős fiatalítónak tartják a búzafüvet. A nyáron, ha lehet, préseljünk, egyébként télen is, hogyha van rá módunk, préseljünk búzafüvet, de bátran meg lehet kóstolni egy kipréselt búzafű és egy búzafű porból készített itóka között, van-e valami különbség. Ez sokkal jobban fog ízleni, és nem lehet mennyiségileg korlátokat szabni. Akinek van ilyen gépe, tudja, hogy micsoda óriási probléma, egy óriási kötekből minimális búzafű jön csak ki. Itt viszont azt el kell mondani, hogy a mi szárítmányainkban benne maradnak a rostok. Tehát az, hogy amikor búzafűt kipréselem, ott csak a lé jön ki, de a rostok benne maradnak. Most a rostok nagyon fontosak, az élelmi rostok, mert a bélbaktériumok szuper étke, hogyha minél több rostot fogyasztunk el, mert azokon képesek szaporodni. És már is itt van a likarap, illetve likaraszpré, amiről Hatvani Galina, kedves barátom, sokkal többet fog mondani. Ez egy csoda. Elmondom őszintén nektek, hogy azért csoda, mert az, hogy én, illetve Viva Natura, teafa, olajas, bármiféle terméket tudott Magyarországon engedélyeztetni, ez írd és mond 15 év kellett. Tehát az, hogy amilyen széles spektrumú baktérium, vírusölő készítmény, táplálkozás kiegészítő kategóriába, ez ezen kívül nem létezik. Tehát a benne lévő hatanyagokat, mindjárt látjátok, csodákat tud olyan környezetben, ami egyébként azért alakul ki a szervezetben, mert nem vagyunk képesek rendesen emészteni. Mert ha működne a gyomorsabb védőárka, ez a sok nyavaj, ez mind elkerülne bennünket, és nem utólag kéne a parazitákat meg a vírusokat írtani. Ezt azért úgy fontosnak tartom elmondani. A sárkánytűz torokör, ezt mindig úgy szoktam megmutatni barátaimnak, hogy először a saját torkomba fújok, mert hogyha nekik fújnám be, akkor valószínűleg kapnék egy óriási nagy taslit. Viszont aki sárkánytűz torokörrel él ősztől tavaszig, az nem tudja, mi az, hogy nátha meg megfázás. Ez egy preventív dolog. Az oregano olaj fantasztikus hatással bír, és a flavonoidokkal együtt tökéletesen szívódik a száj nyálkahártyáin keresztül. Most pont kimentünk ebből az időszakból, de ne felejtsétek el. Ez egy ilyen 3-4 éves termék, úgy évről évre emelkedik szépen az eladásunk belőle, de aki egyszer kipróbálta, azután nem felejti el. A gyerekeknek nem nagyon merem befújni, de nekik is fantasztikus. A ananász papaja kurkuma kapszula. Ugye mindig szó esik arról, hogy enzimatikusan el vagyunk teljesen szenvedő szerkezetben élünk, most egy jó csúnya mondat volt. Egyszerűen megöljük a táplálékainkat azáltal, hogy hőkezeljük. Nincsen semmiben már élő enzim, ami azért van, hogy segítsen földolgozni, például a fehérjéket lebontani aminosavakra. Na most ezek az enzimek, hogyha ráadásul még olyan környezetbe kell dolgozniuk, ami nem a természetes közegük, tehát a gyomorban nincs elég gyomorsav, akkor a pankreatin nem dolgozik, de viszont a papain képes dolgozni savas lugos közegben.
a lugos közegben kéne dolgozni a bromelinnek, illetve a kurkuminnak, ezeknek is megfelelő közeget kell biztosítani. Tehát ez kb. 15 éve forgalmazunk, régen fogyász tabletta volt a neve, de most már a fogyász az arra utal, hogy fogyni lehet tőle, ezért az a neve most, hogy ananász, papaja, kurkuma, a spirkor, a spirulina, korella. Ugye ez is egy érdekes anakronizmus, mert ma már nincsenek igazából tiszta tengerek, akkor honnan a fenéből tudunk olyan spirulinát és korellát összeszedni, ami mégis abszorverként az emberi testbe a méreganyagokat összeszedi. Na, egyrészt bevizsgáltatjuk őket, mert édesvízi spirulina és korella még létezik, és ugyanakkor akkora nagy felülete van, hogy a biorezenciás mérésekkel bizonyítható, hogy egy-két hónapon belül a saját testünk nehézfém szennyezését, mérgezéseket tökéletesen kiszedi a szervezetből. A tökász önmagában benne van, hogy a tökünknek az ásza, ez egy gyönyörű a magyar nyelv, tehát a kisvilágú fizike, tökmag kombinációja, ő is egy nagyon régi termék, egyébként a címkén lehet látni, hogy ez régen készül, nagyon népszerű a férfiak körében, megsugom, hogy ebből fejlődött ki a Potemix is a későbbiekben, amiről nem tudjátok sokan, azt is mi gyártjuk, és most mindestől 15 év óta boldogok tőle a magyar háziasszonyok. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Egy kicsit más témába fogok ma bemutatkozni, és népszerűsíteni szeretnék Viva Natura néhány nagyon-nagyon jó terméket. Amiről fogok beszélni, ez a likarab, a sárkánytűztorok őr és a édes gyökér. Biztos nagyon sokan olvastak közülötök nagyon jó alapkönyvet, a Hulda Clarknak a könyve Meggyógyulhatsz. Ugye sokan olvastak, ismeritek. A Hulda Clark, ő a betegségek parazitológiai alapjának a megteremtője volt, és a Hulda Clark szerint a betegségek úgy keletkeznek, hogy különböző kórokozók bekerülnek, ami először a szervezet szennyeződése, utána jönnek a kórokozók, és utána ezek a kórokozók áldásos tevékenységének a következményeként leépülnek a szervek, és keletkezik a betegség. Betegség mint következmény. Nézzük meg, hogy mik a szervezetnek a védő vonalai. A következő előadásom az úgy volt, hogy a címe, hogy teremtés tudatos táplálkozás. Ez az Istvánnak a találmánya, és az Istvánnak volt egy olyan mondása, hogy a teremtő nem gyártott, vagy nem hozott létre selejtet. Na most a szervezetünk felépítése olyan, hogy mi meg tudjuk védeni magunkat különböző kórokozóktól is. Nézzük meg, hogy mik ezek a védelmi vonalak, melyiknek segítségevel meg tudjuk védeni magunkat a különböző kórokozóktól. Az először is a immunrendszerünk. Az immunrendszernek a immunrendszerünk áll a különböző immunszervekből. Az a nyirokcsomó, a timusz, a speciális antitestek, makrofágok, és a makrofágok ez egy speciális enzimeket tartalmaznak, amelyek meg tudják emészteni, és bekelebelezni, és megemészteni idegen fehérjeket a szervezetben, akár a baktériumokat is. A másik nagyon fontos védelmi vonal a gyomorsav. Aki volt már az én előadásaimon, vagy hallotta az előadásokat, vagy látta a Viva Natura TV-be, azt tudják, hogy én mekkora hangsúlyt fektetek mindig a gyomorsav erősségére. A gyomorsav, akinek normális és a teremtő által létrehozott gyomorsav erősségével rendelkezik, annak nem lesznek vírusok a szervezetébe, nem lesznek férgek a szervezetébe, és nem lesznek baktériumok. Mert a gyomorsav segítségével meg tudjuk védeni magunkat. Az epe. Szintén egy olyan védelmi vonal az epe. Tudják-e, hogy az epe az biztosítja a bélrendszernek a tisztaságát? Akinek kevés az epe, na most annak lesz kevés az epe,
akinek kevés a gyomorsava. Érdekes az összefüggés, de általában akinek kevés a gyomorsava, ez előbb-utóbb is kevés lesz az epéje. Ennek el tud férgesedni a bélrendszere, rengeteg kórokozó lesz. Hogy tudjuk védekezni? Térjük vissza, az első védelmi vonalunk az a torok. Ugye, ha megnézzük az emberi szervezetet, ez olyan, mint egy cső. Van fönt egy nyilás, és alul is van nyilás. Most a kórokozók ezen a két nyiláson keresztül tudnak bekerülni a szervezetünkbe. Tudják, hogy a mandulánk, a tonzillák, a mandulák, ez arra vannak teremtve az emberi szervezetben, hogy szűrjük, vagy szűrik le a levegőből, a külvilágból beérkező különböző kórokozókat. Egy időben nagyon-nagyon divatos volt kivenni a gyereknek a manduláját. Bárkinek volt egy egyszer-kétszer mandulagyulladás, ez volt az első, hogy erre nincs szükség. Semmi nincs olyan a szervezetünkben, amire nincs szükség. A teremtő nem gyártott selejtet. A mandulákra ugyanúgy szükségünk van, ezeket gyógyítani kell, és nem kivenni. Mert a problémák akkor kezdődnek. Ha kiveszik a mandulát, akkor a fertőzés, a szűrő megszűnik, és a fertőzés szépen megy tovább, eléri a tüdőnket, sőt, nem csak a tüdőnket, megy tovább. Mert tudja, hogy a szervezetünk át van szőve a nyirokrendszeren, az egész szerveink egymással vannak összeköttetésben a nyirokrendszeren keresztül. Ha ez a fertőzés egyszer bekerül a nyirokrendszerbe, megszűnik itt a védelmi vonalata, a mandulákat kiveszik, az szépen tovább megy, megszivárog. És nagyon érdekes adatok vannak arra. Magyarországon nem nagyon beszélnek arról, hogy a nőknek a meddőség hátterében, tudjátok, hogy mi áll? A ki nem kezelt torokgyulladás, mandulagyulladás. Lehet, hogy kiveszik a mandulát, de hiába kiveszik a gennyes mandulát, de magát a fertőzést nem szünteti meg. Ennek a mandulának, a két nagy mandulának a szerepét átveszi a négy kisebb nyirokcsomó, és a fertőzés az ott szépen betokosodik és krónikus lesz. A nőknek a meddőség háttérében nagyon-nagyon sok esetben ki nem kezelt krónikus mandula gyulladása van. A férfiak meddőség hátterébe az orrmellik krónikus gyulladása áll. Sőt, megyek tovább, a nőknek a pajzsmirigy betegsége, akár túlműködés, akár alulműködés. Itt mindenkinek, a tóroknak, itt pangás van a nyirok rendszerbe, általában nincs egy olyan pajzsmirigy beteg, akinek nincsen krónikus gyulladása a torokba. Menjünk tovább. Erről már beszéltem. Igen? Van? Lehet ez most már melyiket? Aha. Jó, akkor most én is tudok kezelni, és akkor nem kell zsút kérni mindig. Fertőzési útvonala, mint mondtam, mint egy cső. Föntről szájüreg, torok, orr-nyálkahártya. Orr-nyálkahártyának is óriási szerepe van. Ez szűri le a bacikat, a vírusokat. Ha valakinek legyengül a száj-nyálkahártya immunitása, az nagyon-nagyon fogékony lesz különböző vírusokra. Lentről a genitáliák. Nagyon-nagyon fontos ezeknek a védelmi vonalaknak a védelem biztosítása. És most fogok beszélni olyan termékekről, ez nem... Likarapspré, igen. Erről akartam beszélni, hogy a likarapspré, ahogy az István is mondta, ez egy fantasztikus termék. Én kipróbáltam, beteszteltem. Nem csak a torokban lévő bacikat tudja visszaszorítani, hanem a tüdőbe is. Mert a torokban lévő krónikus fertőzés nagyon-nagyon sokszor lemegy, nyirokrendszeren keresztül lemegy a tüdőbe.
És ott nagyon sokszor be lehet tesztelni azokat a bacikat, amit a torokban vannak. Sőt, megyek tovább, a nyirokrendszeren keresztül a krónikus fertőzés le tud csurogni, és eléri a vesét, nagyon sokszor a vesét, és a ivarszerveket szintén. Ha valaki használja a likarapsprét, és a fertőzési, a fertőzésnek a fő okozóit benne vannak a torokba, akkor szépen tudja a többi krónikus fertőzést is kezelni ezzel a likarapspréjel. Elegendő naponta 5-2 fújást megcsinálni, és akkor az egész szervezetet tudjuk ezzel kezelni. Hát itt a likarapsprének az összetevőjét, én ebben nem mennék bele, mert nagyon rövid az időnk, és van még másik, egy nagyon érdekes témám, úgyhogy ezt átlépünk. Sárkánytűz torokspray. Ez tulajdonképpen ugyanez a szerepe, mint a likarapspray, csak a likarapspray sokkal szélesebb spektrumú készítmény, mint a torokőr. A torokőrt ezt mindenkinek, a gyerekeknek, a felnőtteknek ez megelőzésre használni. Nem úgy akkor használni, amikor torkon fáj, hanem mindig, mindig lehet, és gyönyörűen lehet karban tartani, és megvédeni magunkat a fertőzésektől. A hormonrendszer kezelésére nagyon jó tapasztalataim vannak az édes gyökérnek. Azt tudjátok, hogy a hormonrendszer a belső elválasztási mirigyek működése nagyon szoros összefüggésben van az egyik a másikkal. Hogyha az egyik mirigyel gond van, akkor ohatatlanul a másik mirigy is megszenved. Nagyon sok esetben például a pajzsmirigy összefüggésben van az elégtelen vagy kimerült melikvesével. Ha valakinek melikvese kimerülése van, akkor előbb-utóbb beteg lesz a pajzsmirigy alulműködése alakul ki. Na most erre nagyon-nagyon jó az édes gyökér. Gyönyörűen rendbe teszi. Elsősorban a melikvesén keresztül tudja kezelni, vagy harmonizálni az egész hormonrendszert. Van egy megjegyzésem, akinek magas a vérnyomása, annak óvatosan kell használni ezt az édes gyökért. És most hozzá kezdem egy kedvenc témám, hozzá természet, vagy teremtés tudatos táplálkozás. A teremtés tudatos táplálkozás, ahogy mondtam, hogy az Istvánnak a találmánya, miért, hogy teremtés tudatos táplálkozás. Úgy kell táplálkoznunk, ahogy a jó Isten, ahogy a Teremtő megteremtett bennünket, mindennek, minden szervnőknek, minden emésztő szervünknek megvan a saját szerepe a szervezetünkbe, és ha ezeket a szabályokat figyelembe vesszük, akkor nem kell külön tisztítást csinálni, nem kell lugosítani, nem kell savasítani. Ha úgy táplálkozunk, és beintegráljunk magunkat abba a folyamatba, ahogy a Jóisten megteremtett bennünket, akkor lényegesen jobban és egészségesen fogunk érezni magunkat. Az emberi szervezetet teremtő tökéletes alkotása. Ha megnézzük, hogy a szervezetben lévő enzimek működése mindig egy szűk pH tartomány mellett működik. A hiába szedekin bármilyen élő táplálékot, ha nincs megfelelő pH a szervezetbe, vagy az emésztőrendszer különböző részével, nem fogom tudni ezt a táplálékot hasznosítani. Ha megnézzük ezt a nagyon okos kis emésztőrendszernek a felépítése, az emésztőrendszerünknek a fő állomása az gyomor. Tudják, hogy a gyomornak a gyomor nyálkahártya, ez egy savrezisztens nyálkahártya. És amikor valakinek ég egy gyomra, és azt mondja, hogy sok a gyomorsavam, ez badarság. Badarság, mert a gyomorsav nem bánthatja normális esetben a gyomornyálkahártyát, mert ez egy savrezisztens. Amikor valakinek
ég a gyomra, most én nem beszélek a refluxról, hanem csak a gyomorégésről, akkor mindig nem a gyomorsav, ami okozza a problémát, hanem mindig az epés szekrétum, ami fölmegy, és az epés szekrétum erősen lugos pH-ja fogja károsítani a gyomornyálka hártyát. A gyomor után következik a nyombél. A nyombélnek az emésztő közegének a pH-ját tudják, mennyi? Erősen lugos, 8 és 12. Most ezek két ellentétes emésztő közeg, ne keveredjen egymással, a teremtő, a bölcsesség egy záró izmat tett ide, térjük vissza egyje. Jaha, itt van, bocsánat, igen. Ide tett egy olyan nagyon erős záró izmat, úgy hívják, hogy pilórus. Minél erősebb a gyomorsav, annál erősebb záródik a pilórus. Ha elgyengül a gyomorsav, akkor a pilórus zárása gyengül, és a gyomorsav kezd szivárogni a nyombélbe. A emésztési problémáknak a 9%-a ebből a problémából adódik. Amikor nem zárodik a pilórus, akkor a gyomorsav kezd szivárogni a nyombélbe, elsavasítja a nyombélbelet, akkor már a nyombélbe nem lesznek aktívak azok az enzimek, többek között a transzglutamináz, amelyek a glutént bontja le a nyombélbe, és akkor mi lesz a következménye? Nem fogjuk tudni emészteni a glutén. Glutén érzékenysége lesz. Nyombél. A nyombélben erősen lugos közeg van. Ezt a lugos közeget mi biztosítja? Az epesav. Az epesav, az epehólyagban, és a hasnyálmirigy enzimek. Na most, ha el van savasodva a nyom belünk, amiatt, hogy nem zárodik a pilórusunk, akkor azok az enzimek, amelyeknek az a szerepe, hogy a nyombélbe bontják le tovább az ételünket, azok inaktívak lesznek, és különböző emésztési problémáink lesznek. Nem fogjuk tudni emészteni ezt vagy azt, puffadás lesz, gázosodás, és egyéb más kandida fertőzés, erről is lehet beszélni. Ez mind ennek a pilórus nemzárásából következő probléma. Ha elsavasodik a nyombelünk, akkor még egy nagyon nagy probléma következik ebből. Ha megnézzük, hogy a nyombélbe az epe savak egy epe vezetéken keresztül kerülnek be, és a hasnyálmirigynek enzimek a hasnyálmirigy vezetéken keresztül kerülnek be a nyombélbe. Ez a két vezetéke végén összezárodik, és lesz belőle egy közös vezeték, amelynek a végén van úgynevezett odiszfinkter, és ha el van savasodva a nyombél, akkor ez az odiszfinkter nem fog nyílni. Ha nyitva van a pilórus, ahogy beszéltünk, az összes probléma ebből van, nyitva van a pilórus, akkor az odiszfinkter zárva lesz, visszatérve. Teremtés, tudatos táplálkozás. A teremtő itt is gondolt ránk, és azt mondta, jaj, bocsánat, Isten, vidd ki, légy szíves a táska. A teremtő ránk gondolt, kapcsolt ki, nem így. Nem. Itt is a teremtünk ránk gondolt, azért, mert hogy ha nyitva van a pilórus, és csurog le a gyomorsav a nyombélbe, hogy ne csapjon össze két erősen ellentétes emésztő közeg, a erős sav és a erős lug, mert amikor összecsap a sav és a lug, tudják, hogy mi következik. Só, ugye?
só keletkezik, ezt a sót el kell tárolni valahol. Hogy ez a negatív folyamat ne menjen végbe, lezárja azt az odiszfinktert, és akkor nem fogja ma adagolni se az epit, se a hasnyálmirigyenzim. Ebből mi keletkezik? Pangani fog az epe, epepangás, epekövek, különböző epe problémák, és pangani fognak az enzimek a hasnyálmirigybe. Ott, ahol pangás van, ott mindig gyulladás van. Gyulladásba jön a hasnyálmirigy, enzimatikus gyengeség keletkezik, és az egész emésztésünk oda van. Az egész emésztésünk oda van. Semmit nem fogunk tudni normálisan emészteni. Az egész emésztő problémáknak a gyökere ebbe a folyamatban van. A pH szerepe az emésztésben nagyon-nagyon fontos, mivel az enzimek csak bizonyos tartományon belül aktívak. Ha valaki nagyon elsavasítja, vagy nagyon ellugosítja, akkor már ezek az enzimek, amik ha gyomrot nézik, ha ellugosodik a gyomrunk, akkor már pepszin termelés nem fog végbe menni, és akkor már egy csomó mindent nem fogjuk tudni emészteni a gyomorba. Nem fogjuk tudni megemészteni az állati fehérjéket. És akkor valaki azt mondja, hogy nem bírom a húst, mert a húst enni, én most lehet, hogy az Istvánnál egy kicsit... Tessék? Ne. A húst enni kell. Itt a mennyiségben van a... Tessék? Na, áttért már, úgyhogy... A húst enni kell, állati fehérjéket fogyasztani kell, mert csak az állati fehérjék tartalmaznak azokat a nélkülözhetetlen aminosavakat, amiből épülünk, az emberi test az állati jellegű fehérjékből épül föl. És ha nem eszünk húst, akkor speciálisan lehet olyan aminosavakat előállítani, amiről itt beszéltünk, hogy a teremtés tudatos táplálkozás keretén belül lehet a teljes értékű aminosavakat kapni a növényekből is speciális eljárással. Erről beszéltem már, én nem akarok ismételni. Mondtam, hogy minél erősebb a gyomorsav, annál jobban záródik a pilórus, akkor ha erős gyomorsavunk, akkor erős epe kiválasztás lesz, és akkor normálisan fog működni a gyomorba is az emésztés, és normálisan fog működni a nyombélbe is az emésztés. Miért fontos, hogy legyen erős gyomorsavunk? Azért, mert gyomorsav mindennek az emésztésnek és a szervezetnek a tisztán tartásának is az alapja. Ha kevés a gyomorsavunk, ha valakinek visszatérő herpesze van, ez mindig arról, ez egy bizonyíték annak, hogy kevés a gyomorsava. Ha valakinek fázik a kezelába, az szintén kevés a gyomorsava. Ha valami férges, a bélrendszerében férgek vannak, az megint ugyanaz az a probléma, hogy kevés a gyomorsav. Úgy kellene táplálkoznunk, hogy támogatni kell a gyomorsav termelését, és támogatni kell az epe kiválasztást. Tudni kell, hogy a délelőtt folyamán a szervezetünk savas kémhatásban működik, és ilyenkor olyan ételeket kell enni, vagy fogyasztani, amelyek segítenek, vagy támogatják a gyomorsav termelését. Délután lugos kémhatásban működik a szervezetünk, és ilyenkor lugosító ételeket kell fogyasztani. A epe termelést, gyomorsav termelést elősegítő ételek. Az állati fehérjék, fermentált zöldségek és fermentált gyógynövények és a fermentált növények. Ha azt beszéljük, hogy az állati fehérjék, az állati fehérjével kell kezdeni az étkezés délelőtt folyamán. És itt, akinek kevés a gyomorsavat, ez nem jelenti azt, hogy nekiülök, és megeszem egy fél csirke, vagy fél grill csirkét, vagy egy csirke combot. Akinek kevés a gyomorsava, és a gyomorsav termelése korral mindig csökken. A fiatal 20 éves korban körülbelül 5-szer annyi
ötször annyi gyomorsav termelődik, mint 60 éves korban. Ha valakinek a gyomorsav pH-ja 3-os, 1,2 helyett, és a 3-os pH mellett és a 5-ös pH mellett az a különbség és a gyomorsav termelésben 1000-szer kevesebb gyomorsav termelődik. Úgyhogy a korral minél idősebbek vagyunk, annál többet, annál jobban kell erősíteni a gyomorsavat, és annál jobban kell fogyasztani olyan ételeket, amit erősítik a gyomorsavat. Mik azok az ételek, amit a epe termelés segítenek elő? Állati zsiradékok. Nagyon-nagyon sok esetben, akinek epe problémái vannak, az orvos azt javasolja, hogy ne fogyasszanak állati zsírt, ugye? Azt mondják, hogy növényi olajokat kell fogyasztani, növényi olajokat kell főzni. Van egy olyan tapasztalatom, hogy az egyik betegemnek mindig magasak voltak a májenzimek, magas volt a bilirubin szint, itt mindig a máj betegségre utaló jelek voltak. Az orvos szigorúan megtiltotta neki, hogy állati fehérjét, állati zsiradékot fogyasszon. Én még azt javasoltam, hogy sózott darált szalonnát fokhagymával és naponta 2 evőkanállal. Egy hónap múlva laborleletek teljesen tökéletesek voltak. Az összes májenzimek és a koleszterin és a bilirubin szint teljesen rendben volt. Zsírra, állati zsírra kell főzni. Legfeljebb, aki vegán, azt ghee-t használhatja. A ghee, ezt tudja, hogy ez tisztított vaj. Aki nem bírja az állati fehér, vagy állati zsíradékát fogyasztani. Növényi zsíradékokat, csak szűz olajokat szabad fogyasztani, és én mindig azt mondom, mindig kérdezik, és a kókuszolaj. Én annak vagyok a híve, hogy azt eszünk, vagy azt tegyünk, ami itt terem. Nekünk itt nincs kókuszolajunk, nekünk itt napraforgó olajunk van, és a napraforgó olaj, ez gyönyörűen helyettesíthető a olívaolajt gyönyörűen lehet helyettesíteni a napraforgó olajjal. Csak azt is tudni kell, hogy mikor és mivel kell fogyasztani. A fermentálás, ez a teremtés tudatos táplálkozásnak az alapja. Ha valakinek emésztési problémája van, ha valakinek például gluténérzékenysége van, nem ez a megoldás, hogy nem eszek gluténtartalmú gabonát. Mindenkit óvaintem attól, ha valakinek kimutatják a gluténérzékenységet, hogy álljon le és elkezdjen szigorúan diétázni. Először nem fogja emészteni a glutént, utána egyéb gabonákat, mert ugyanis amikor gluténmentes táplálkozásra átáll valaki, akkor mi teszik? Gluténmentes gabonából készült, meg a lisztekből készült kenyérféléket, vagy a pék süteményféléket. Nem a problémát kezeli meg, megbeszéltünk, ugye, hogy a glutén érzékenység akkor alakul ki, amikor elsavasodik a nyombél. Mikor savasodik a nyombél? Amikor nem záródik a pilórus. Na most, ha valaki glutén érzékenységet kimutatják, már probléma van a gluténbontásával, akkor elkezd gluténmentes táplálékot fogyasztani. Mi fog történni? A probléma, az ok, az még mindig ott maradt. Ez egy tüneti kezelés. Először nem fogja kizárja a táplálkozásba glutén tartalmú gabonákat, utána gabonát, utána már hüvelyeseket, utána, és a végén már semmit nem tud emészteni. Számtalan olyan betegem van, aki odajön, és azt mondja, már mindenre puffadok, mindenre semmit nem tudok emészteni. Ez pont ez a probléma, amiről most beszélek. Itt az a lényeg, hogy a gabonát, a glutént, többek között a glutént is, fermentálni kell. És van egy olyan fermentációs eljárás, amikor a glutént mielőtt megsütjük a kenyeret, már lebontja a fermentációs folyamat. Itt az a lényeg, hogy amikor készítjük a kenyeret, akkor ezt a
A kovászt úgy készítjük, hogy hosszú kovászolása, és jó sok kovászt kell tenni a fehér liszt, fehér tönkő liszthez. Miért fehér? Miért nem javaslom fogyasztani olyan gabonát, vagy a gabonából készült kenyeret, ami teljes kiürlésű? Ez is egy nagyon nagy tévhit. Akinek emésztési problémái vannak, ezt ne egyen teljes kiürlésű gabonából készült kenyeret. Ugyanis a teljes kiürlésű lisztbe lévő rostanyag, a korpa, hozzá ragad a fehérje, és ezt a fehérjét már nem tudja lebontani a kovászt, és így nem könyvből olvastam ki, hanem rengeteg kenyeret mértem be, és akinek emésztési problémái vannak, annak nem jó a teljes kiürlésű kenyér. Ez is egy nagyon nagy tévhit. Viszont ha fehér, nem fehér tönkőből készült hosszú kovászolással, legalább 36 órát kovászoljuk a lisztet, vagy készítjük a kovászt, és nem használjuk az élesztőt. Az élesztőt el kell felejteni, azt a termoélesztőt, amivel dolgozik a sütőipar. Akkor higgyék el, az a kenyér, ez még a glutén érzékeny gyerekek is fogyaszthatják. A gyerekeket, akik glutén érzékeny, nem a gluténmentes kenyérre kell etetni, hanem egy ilyen kenyérre, amit otthon készítünk. Ez jó hír, vagy nem jó, de rá leszünk kényszerítve arra, hogy otthon főzzünk, otthon keverjük, és tudjuk, hogy miből mi készítjük, és mit eszik a gyerekek. Növények fermentálása. Ez is egy nagyon izgalmas téma. A növényeket például azt mondják a paleósok, hogy nem szabad fogyasztanunk a babféléket. Én még azt mondom, hogy szabad, csak ezeket fermentálni kell. Mert a fitinek és a lektinek, amit a babfélékben vannak, ezeket egyszerűen fermentációval lehet teljesen lebontani. Igen, és ennek főleg a vegánosok és a vegetáriás táplálkozást folytatóknak nagyon-nagyon fontos és értékes aminosav forrása a babfélék. És ezek a babféléket fermentálni kell, akkor nem lesz probléma. Gyógynövényeket, fermentációs gyógynövény. A gyógynövényeket azért kell fermentálni, mert 100-szor hatékonyabb hatást tudjuk elérni a fermentáción keresztül, ugyanis a fermentációt a tejsav baktériumok segítségével végezzük, és olyan káros gyógynövényeket is jótékony hatásúat lehet tenni, mint például fecskefű, vére hulló fecskefű, amit az EU betiltotta Magyarországon, vagy az EU területén. A vére hulló fecskefű, ez egy nagyon-nagyon erős drog, egy nagyon erős gyógynövény. Ezzel szoktak, tudják, hogy a futószemölcsöket, a polipokat szoktak ezzel kezelni. Na most, ha én fecskefűvet fermentálok egy tejsav baktériumos közegbe, akkor a káros hatását semlegesítem, és a gyógyító hatása 100-szoros hatékonysága átveszik a tejsav baktériumok. És tulajdonképpen a tejsav baktériumok fognak kifejteni azt a gyógyhatást, ami a gyógynövényben van. Miért fontos a gyógynövényeket fermentációs folyamaton keresztül átereszteni? Azért, mert a mi bélrendszerünknek, a bélflóránknak a fő baktérium törzs a tejsav baktérium. Miért annyi bélbaktériumos, vagy a bélproblémás, emésztő problémával küzdő ember van? Mert nem fogyasztunk a tejsav baktériumokat. Régebben savanyított termékeket, savanyú káposztát otthon készítették. Télen soha senki nem evett friss zöldséget, friss gyümölcsöt, savanyú káposztát ették, aludt tejet fogyasztak. Most a tejről letítettek bennünket, már a savanyított tejtermékek is. A savanyú káposztát már senki nem tudja csinálni, amikor azt mondja, hogy csináljon savanyú káposztát, de hogyan kell? Már nem csináljuk. Amit a piacon lehet venni, azt mindig meg kell nézni.
van doboz, amelyre rá van írva, hogy édesítővel és tartósítószerzővel. Kérdezem, miért kell tartósítószert a savanyú káposztába? Ez a rendelet, hogy a savanyú káposztába, amit árusítanak a hotyvek, kell tenni tartósítószert. Azok az emberek, akik ezeket a törvényeket vagy a rendelkezéseket hoznak, fogalmuk sincsen. Hát a maga a savanyítás, a tartósító eljárás. És akkor most itt megragadom a lehetőséget. Szeretném meghirdetni a teremtés tudatos táplálkozásnak a tanfolyamainkat. Elindult egy folyamat. Amikor meghirdettünk az első tanfolyamat, féltve, és akkora teltház lett, hogy kénytelen voltunk másodikat elindítani. Most én azért jöttem ide, mert közben meg tartjuk a tanfolyamot. Ez is teltház lett. Óriási, ez egy hiánypotló mozgalom, vagy a dolog a magyar piacon. Úgyhogy ezeken a tanfolyamokat tanítjuk mindenkit arra elsősorban, hogy vállaljuk a felelősséget a saját egészségünkért. Mindenki tanulja meg, hogy hogy működik az emésztőrendszere, hogy működik a szervezetünk, hogy kell táplálkozni ahhoz, hogy teljes értékű táplálkozást tudjuk folytatni, és hogy kenyér az legyen kenyér, és nem valamilyen szétmorzsolható, széteső kenyérnek nevezhető valamit, és otthon is lehet nagyon finom és nagyon egészséges táplálékot összeállítani, és kenyeret is sütni, és a gyerekeket is igazi kenyérre lehet etetni. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Azért ezt nem állhatom meg szó nélkül. Gondoltuk. Ugye először is, hogy kerültünk mi ebbe a fermentációs világba. Az első fermentációs étel, amit forgalmoztunk, az a kombucsa. Folyamatosan a teljesabb baktériumokról beszéltünk, hogy tele van teljesabb baktériummal, és az emberek csak azt itták, és jobb lett az emésztésük. Aztán elkezdtünk szépen lugosítani, emlékeztek, mi voltunk az első lugosítók. Igen, nem, de hogy kell értelmezni a lugosítás kontra a gyomorsavat? De nem kémiai lugosítókba kell gondolkodni, ami tönkreteszi a gyomorsavnak a pH-ját, feljebb viszi, mert látjuk, hogy minden baj ott kezdődik, ha nincs gyomorsav, nincs rendes emésztés, és a refluxot is, amit plusz gyomorsavnak gondolják, pontosan a gyomorsav hiányából adódik. Tehát ezeket át kell értelmezni. A lugosítás az nem ott történik, a lugosító puffereket kell tölteni, és azok meg úgy töltődnek, hogyha megfelelően tudunk emészteni. Mert ha nincs jó emésztőrendszer, nem vagyunk képesek az ásanyagokat sem felszívni, mert eltaknyosodik a bélflóra, ott egyszerűen képtelenség utána bármiféle felszívódás létrehozni, csak a paraziták és a mételyek vannak meg, és akkor kell mindenféle csodaszer. Tehát minden alfája és omegája valóban ottanán a csúnya pilórusznál kezdődik, meg fogjuk tanulni hamarosan ezt a szót, és ez egy zseniális logika, és egyszerű. A másik a nagy felfedezés, hogy a káliumozott só miatt elkezdtünk a sótól is eltávolodni. Nem a sóval van a baj, hanem a káliumozott sóval. Például, hogy miből készül a sósav, ami a gyomornak az alapja? Hát sóból. Akkor próbáljunk meg. Mondtál előre? Mindjárt visszadom neki. Ugye mert az a közös elvünk, hogy nyaljunk sót, akkor most eltértünk ettől, igen? Föl szeretnénk hívni mindenkinek a figyelmet, hogy a gyerekeknek az iskolába elvontak a sót. Tudja, hogy mi lesz ennek a következménye? Na. Jó, tovább megyek. Fölnyitjátok az OET-nek a honlapját, és megalakították a só ellenes bizottságot. Szedjetek majd gyógyszer, gyerekek. Ez a lényeg a dolognak. Tehát beadtam egy étrendkiegészítőt, sókapszulát enzimekkel. Ugye látjuk, hogy az enzimek a legfontosabbak, tettünk bele olyan enzimeket, ami a gyomorsavat is, és a lugos közeget is jól bírják. Papain enzim, az előbb említettem. Azt mondják, hogy a sót eretnekség, enzimeket eretnekség. Magyarországon ezt a három enzimet nagy vérpisűvel megengedik, a bromelint, a papain, meg a kurkumin. De mi van az összes többi emésztőenzimmel, ami lehetővé tenné, hogy tudnánk emészteni rendesen? És az a gyerek, aki nem kap rendes sót, ugye az volt a kérdés, hogy mi lesz vele.
ő lesz a gluténérzékeny, az allergiás, mert minden, amikor a szervezeted elkoszolódik, eltaknyosodik, annak az eredménye mindig az, ha nincs rendes emésztésed, akkor az összes többi funkciód is elkezd hanyatlani. Ugye említettük a B-vitamint pont, hogyha nincs megfelelő fehérje bontásod, a B-vitaminok nem tudnak beépülni, mert csak a fehérje szintézissel együtt. Egyébként, amikor azt mondta, hogy hús kell lenni, a gorillák és elefántok szakszervezete azonnal óriási kiabálásba kezdett. Mert hogy ők csak vegetáriánsok és csak zöldet esznek, azért, hogy megjegyzem. De mi nem vagyunk azok, mondja erre Galina. Tehát látszólag a vegetáriánsok mindig hivatkoznak az óriási nagy vegetáriános állatokra, de más az emésztőrendszerük. Tehát, hogyha az ember úgy van kitalálva, a fogai úgy vannak programozva, hogy egyharmada a tépőfog, metszőfog és a többi gumózzáfog, akkor egyszerűen vegyük figyelembe ezeket az arányokat, mert a teremtő találta ezt ki, és akkor használjuk úgy, ahogy kell. Nem vagyok nagy húspárti, megmondom miért, mert nem tudod, hogy milyen húst teszel. De ha egy idő múlva megtudod azt, hogy a saját környezetedben az ismeréseitől szeded be, akkor igenis ilyen szempontból a reggeli étkezésnél nem biztos, hogy nagyon sok vegetáriánus ismerősöm visszatért. Hátsó sorból Ferenci Laci emelt föl a kezed, aki 18 évig volt vegetáriánus, és most visszatért a húsevésre, ha tudja, hogy honnan kell ezeket a táplálékokat beszerezni. Tehát a teremtés tudatos táplálkozás az nem más, mint a józan paraszti ész. A józan paraszti ész meg vegye már észre, hogy egy 26. újabb gyógyszer azért, a gyógyszerért, amit azért vettem be, mert ez is az a bajom volt. Nem, a teremtő nem volt hülye, ő tudja jó, hogy hogy működünk jól. A sótól meddig féltünk, úristen, a sótól mi lesz, hogy a vesét megtámadja ezt, azt, amaz. Só nélkül nincs emésztés. Akkor elkezdtek sósav kapszulákat árulni. Akkor ott a Himalája só, tegyetek hozzá egy kis enzimet, és tökéletesen történik a dolog. Én csak ezt szerettem volna hozzátenni, hogy ezen az úton induljatok el. Ha fermentált ételeket Magyarországon mi kezdtük el először gyártani, mi ebbe a világba be fogunk szállni. Az, hogy ti otthon csináljátok fermentációkat, mindent meg fogtok kapni hozzá, és aki meg lusta, mert mi ebből élünk, hogy a kombucsát se csinálja meg mindenki, annak meg megcsináljuk mi. Én megköszönöm a figyelmeteket, nem véletlenül volt itt Galina, mert igenis tabukat kell döntögetni, és ősszel már a fermentált ételek sorozataival jelentkezünk nálatok. Köszönöm a türelmeteket most. Szeretnéd családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info